A talpazat egy uszadék fából van, és az üveg pedig egy felhasznált üvegtáblából van szintén. Büszkén mutatja a Klímasztár díjat Kovács Lajos alpolgármester. Az elismerést az éghajlat védelme érdekében tett lépései miatt most először a hegyvidéki önkormányzat is megkapta. Amiért a kerületi önkormányzat a hegyvidék ezt kiérdemelte, az egy több éves szisztematikus munkának az eredménye, hiszen itt nem egy darab pályázatot vagy egy darab eseményt pályáztak, vagy értékeltek, hanem egy összefüggő, több éven keresztüli munkát, egy folyamatot és annak az eredményét. A Klímasztár pályázatot meghirdető Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség az Európai Klímaszövetség tagja. A szervezetet 1990-ben alapították, látva, hogy a kiotói folyamat vállalásai nem adnak megfelelő választ az éghajlatváltozás problémájára. A szövetségben 17 európai országból több mint 1500 település működik együtt. Kovács Lajos elmondta, a cél az, hogy továbbra is segítsék a helyszíntű klímavédelmi intézkedéseket. Amennyiben a jogszabályi változások, és úgy itt a főleg a Jedlik-Ányos tervre gondolok, lehetővé teszik, akkor az elektromos közlekedésnek az infrastruktúrájában mindenféleképpen szeretnénk investálni és fejleszteni a kerületben. A hegyvidéki önkormányzat a hazai Klímasztár díj elnyerésével esélyessé vált a nemzetközi elismerés megszerzésére.